Itt még a helyszínbejárás zajlik a legkisebbekkel, hiszen az óvisok is rajthoz álltak a bátaszéki triatlon fesztiválon. Gyerünk, hajrá, gyerünk! Voltak, akik kerékpároztak és futottak, de voltak olyanok is, akik már az uszodában is teljesítették a rájuk mért távot. Egy biztos, a szurkoló táboron semmi sem mondott. Futottam is, bicikliztem is, úsztam is. Először a biciklivel nehéz volt elindulni, de utána már jó, könnyű volt, jó volt. Itt már a nagyobbak egyéni versenyére készülődnek. Amint az 1000 métert teljesítették a fiatal sportolók, következik a 3 km kerékpározás, majd a 25 méter úszás. Őket követték az újonc lányok, a gyermek, a serdülő, az ifi és a junior egyéni versenyzők. Majd jöttek a baráti és családi váltók, a 7 kilométeres Novák István futó emlékverseny, végül a legembert próbáló megmérettetés, a fordított triatlon. Triatlonap, úgy kell fölvenni. Igen, Ági, itt már fel kell kötni a nadrágot, no nem mintha a 7 km futás vagy épp a 20 km bicajozás nem menne a maratoni távot is teljesítő sportolónak, a 700 méter úszás azonban még okoz némi nehézséget. Én elégedett vagyok, úgyhogy azt mondom, hogy nulla úszással, nem gyakorlom, nem úszok, nem fulladtam bele, a magam csúnya technikával valahogy végigúsztam, úgyhogy én azt mondom, hogy elégedett vagyok magammal, igen. Meg dopingolt arra, hogy tényleg, hogy érdemes ezt komolyan venni, igen. Így kell ezt csinálni, bizonyítva, hogy nincs lehetetlen. Akaraterő és a sport szeretete viszont van. Mozgás nélkül nincs egészség, vallja a Komonyi család is. A mindennapjaikat is e szerint élik, mutatja ezt az is, hogy a jelenlétük nélkül nincs sportesemény a városban. Fontosnak tartjuk a sportot, meg a testmozgást, az egészséges életet. A mozgás az élet, ezt mondja nagyapám, úgyhogy ezt tartjuk is meg hagyományként azt, hogy itt a bátaszéki rendezvényeken megjelenik. Nagyon szeretünk mozogni, meg azt így mutatni is szeretném az embereknek, hogy minél többet mozognak, annál jobb. Most következzen egy kis történelmi visszatekintés, hogyan is indult a triatlon fesztivál Bátaszéken. Ez a nagyszerű esemény immár 14. alkalommal adott lehetőséget a sportolásra, és hozta össze a triatlon szerelmeseit. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson városunkban, szükség volt arra, hogy 2008-ban megépüljön a kétmedencés tanuszoda. Amikor ez létrejött, ez a verseny, először azt gondoltuk, ez egy kis helyi kis tömegsport rendezvény lett, de egyrészt talán a távnak a mérete, vagy a versenynaptárban elfoglalt helye, meg talán a Molyos tölgy is, ezek mind-mind olyan összetevők voltak, hogy nagyon sokan jönnek Bajáról, Szekszárdról. Tehát népszerű egyébként nem csak az amatőrök körében, hanem a sportolók körében. Öröm számomra az, hogy egyre többen kipróbálják ezt a három sportágot együtt. Azt tudom, hogy futni sokan szeretnek, kerékpározni is, úszással azért gondban vannak, de bevállalták azért, hogy az három sportágot megcsinálják, és hogy beszéltem velük a verseny után, mindenki boldog és örömmel végezte ezt a mai testedzést.